Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Egy hétig Székesfehérvár volt az otthona a világ vezető ifjú csellistáinak. A Nemzetközi Fesztivál történéseiről következik egy összefoglaló. Ne legyen kétségük felőle, minden bizonnyal a jövő Pablo Casalsait látjuk. Egy hetes Nemzetközi Csellófesztiválnak adott otthon Székesfehérvár. Németország, Brazília és Chile után most Magyarországon tanulhattak közösen a fiatal tehetségek. A résztvevők cselló tudását nyitó koncerten ismerhette meg a közönség. These festivals can be an incredible inspiration for young people. A cselló fesztivál egy óriási inspiráció az összes növendéknek, akik máskor egyedül kapnak órát egy szobában a tanárral. Itt a közönség előtt sokszor mesterkurzus formájában olyan dózisú impulzust kapnak zeneileg és technikailag a cellón, hogy az egy évig is kitart. És megmondom őszintén, a tanárokra is nagy hatással vannak a fiatal művészek. A fesztivál alatt a csellisták egyéni és zenekari formációkban mutathatták meg tehetségüket. A résztvevők megismerkedhettek Kodály Zoltán, Bartók Béla és Popper Dávid csellóra írt műveivel és a magyar zenei irodalommal is. Nagyon izgatott vagyok a fesztivállal kapcsolatban, megpróbálok minél több új barátot találni a tanulók között, és jó kapcsolatot kialakítani azokkal a cello professzorokkal, akik itt tanítanak a kurzuson. Hat éves korom óta csellózom. Alapvetően a gazdag hangzás miatt választottam ezt a hangszert, mert nagyon mély, illetve magas regiszterekben lehet rajta játszani, de a hangszer nagysága miatt is választottam a csellót. A zenei szimpozium keretében több hangversenyen is találkozhatott a közönség a nemzetközi hírű művészekkel és tanítványaikkal. Csütörtökön este a Szent István Művelődési Ház adott otthont annak a koncertnek, ahol a fiatal tehetségek az Alba Régia Szimfonikus Zenekar társaságában mutathatták be kimagasló kvalitásaikat. Azt gondolom, igazi kuriózum, amiről most beszélünk, talán ez a legjobb kifejezés erre a 8 napos fesztiválra, hiszen ilyen koncentrációban csellistákkal, fiatal csellistákkal találkozni, akik a hangszerüket a legmagasabb szinten a hangszer tudása legmagasabb szinten sajátították el, ez nagyon keveseknek adatik meg. Szerencsések vagyunk fehérváriak, hogy pont itt került ez megrendezésre. A 8 napnak két vetülete van. Van egyszer egy nagyon magas szakmai munka, amiben nem lát bele a nyilvánosság, ami a mondjuk így a tantermekben zajlik, hiszen mesterórákat vesznek a növendékek, és gyakorolnak, készülnek, kamaráznak azokra a koncertekre, ami ugye nyilvános része ennek a fesztiválnak, hiszen ez alatt a 8 nap alatt 5 koncertet is adnak ezek a fiatal csellisták a professzoraikkal együtt. Épp az egyik koncert előtt állunk itt, ahol különlegesség, főleg egy fiatal számára, hogy szólistaként egy szimfonikus zenekar élén játszhat. Hát ma este többen megtehetik ezt, hiszen 3 cselló verseny is elhangzik, amelyet az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kísér, és adott művet több fiatal csellista tolmácsolásában is meghallgathatja a közönség, pontosabban a műnek a részleteit. Eddigi tapasztalatok alapján ugye az megállapíthatjuk, hogy a cselló egy népszerű hangszer egyik oldalról. Viszont ugyanolyan munkás és tehetség, illetve szorgalom kell hozzá, mint bármelyik másikhoz. Vannak-e olyan fiatal tehetségek, akik egy ilyen fesztivál után, akik előtt megnyílik az út? Mindenképpen egy ilyen fesztivál rendkívül motiváló annak, aki ezen részt vesz. Ez azért egyrészt, mert a 4 különleges professzorral találkozhat, aki a világ 4 különböző pontjáról érkezik, és 4 különböző szokást, ismeretanyagot hoz el neki. Ezen kívül a legmotiválóbb egy fiatal művésznek a társakat hallgatni. Tehát azért csak van mindenkiben egy kis versenyszellem, és hallja azt, hogy a másik miben jobb nála, miben tud fejlődni, és látja azt is, amiben ő kiváló. Végig kísérted ezt a hetet.
milyenek az ifjú csellisták? Vannak-e olyan kiugró tehetségek, akikre büszkék lehetünk majd a későbbiekben? Én azt gondolom, hogy ezek között, a csellisták között több olyan fiatal művész van, akiről még sokat fogunk hallani. Rendkívül magas színvonalon játszanak. Általánosságban is magas a színvonal, de hát ebből nyilvánvalóan, mint ahogy természetszerűleg ez adódni szokott, vannak kiugró tehetségek. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy Székesfehérvár emlékezni fog azokra, akik itt jártak. Mádi Szabó Eszter ahhoz a generációhoz tartozik, akik a Zeneakadémia elvégzése után már elindultak azon az úton, amely minden bizonnyal a nemzetközi hírnél felé vezet. A csellót nem én választottam magamnak, hanem a szüleim, és így indult el az én életemben a csellóval való foglalkozás, és sikeresen indult a pályám, nyertem versenyt, meg helyezéseket, jó kis koncertjeim voltak, nagyon szerettem a csellót, és úgy gondoltam, hogy ezt szeretném folytatni. De azt hiszem, hogy gyerekként nagyon kevesen tudnak felelősségteljes döntést hozni, inkább talán érzik a szívükben, vagy esetleg családi nyomásra kezdik el komolyabban csinálni, és aztán később kiderül, hogy ez egy jó döntés volt, vagy nem. Azt hiszem. Melyek azok a lépcsőfokok, amelyeket egy ifjúnak mindenképpen meg kell járnia ahhoz, hogy felelősségteljes zenépályát fusson be egy zenekarban, akár csellistaként? Hát azt hiszem, hogy a siker is, és az elesés is hozzátartozik ehhez az úthoz. Mindenféle, tehát a skálának minden lépcsőjét meg kell tapasztalnunk. Azt hiszem, hogy egy végül felelősségteljes emberré váljunk, nem csak a csellózásban, hanem az életben is. Nagyon fontos, hogy mit játszik a zenekar, ugyanakkor természetes, hogy a csellistának vannak kedvenc zeneszerzői. Önnél melyikek, kik azok, akiket nagyon szívesen játszik? Erre nehéz válaszolni, ugyanis nem csak egy van, hanem nagyon sok. Hát természetesen Dvorzsákot megemlíteném, Sosztakovicsot, Brahmsot. Én inkább talán romantikus beállítottságú vagyok, de természetesen Bachot is bármikor hallgatok, illetve kortárs zenét is, úgyhogy... Kiteljesedett mondhatjuk, merre vezet az útja? Azt hiszem, hogy én is még csak igazán most kezdem az utamat, mivel nagyjából egy éve végeztem a Zeneakadémiám. Most itt játszom Fehérváron, emellett van egy zongoratrióm. Velük külföldön koncertezünk Magyarországon, nyertünk már több versenyt is itthon is és külföldön is, úgyhogy velük szeretném folytatni a közös munkát. Illetve ahova hívnak, oda megyek és játszom. Kis Csongor Budapestről érkezett. Elhivatottsága kivételes impulzussal teli játéka, minden bizonnyal arra predesztinálja, hogy hamarosan a világ nagy hangversenytermeinek ünnepelt művésze legyen. Másodikas koromban kezdtem el a hangszeremet, és igazából úgy kezdődött az egész, hogy a szüleim is zenéltek. Hát így csak hobbi szinten nagy részt, és édesapám is csellózott. Az unokatestvérem is, és így jött, hogy én is csellózni fogok, és így választottam ezt a hangszert, és azóta így nagyon megszerettem, hogy tényleg így nagyon kézre állt már az első pillanattól fogva, és nagyon szerettem csellózni és gyakorolni. Mindent kell tenni a hétköznapokon ahhoz egy fiatal zenésznek, hogy egy koncert valódi ünnep lehessen. Hát először is ugye kezdve a sok gyakorlással, ugye hát érdemes kipihenten érkezni egy koncertre, és hát a megfelelő lelki állapot is nagyon fontos egy-egy koncert előtt, hogy nyugodtak lehessünk. Egyébként az izgulás az nagyon sokszor jó hatással is lehet egy-egy koncertre, hogy akár még jobban teljesíthetünk ezáltal. Van példakép, akire felnéz, akire majd szeretne hasonlítani, és illetve azt a pályát befutni? Hát van nagyon sok csellista, akit nagyon szeretek. Hát van egy német csellista, aki így, hát körülbelül egy-két éve, akit ugye YouTube-on szoktam hallgatni, és így nagyon megtetszett így a stílus, a Daniel Müller Scott.
A Gordonka a főszereplője Bánkövi Bence életének is. A különleges tehetségű fiatalembert virtuózitása és elkötelezettsége egyaránt a jövő nagy formátumú muzsikusai közé predesztinálja. Nekem ugye 6 éves koromban kezdődött ez az egész a csellóval. Szüleim vezettek el a hangszerhez. Ez egy szép találkozás volt, egy koncerten Perényi Miklós játszott a rokokó változatokat Budapesten. Ott voltam, és aztán utána megkérdeztem a szüleimtől, hogy hát mi volt ez a darab, és hogy mi ez a hangszer, ki volt ez a művész, tehát hogy kifaggattam őket, és mivel ők is zenészek, ezért könnyen ugye felvilágosítást tudtak adni, és mondták, hogy mi volt ez a koncert, és aztán rákövetkező fél évre pedig beirattak a zeneiskolába, Farkas Ferenc zeneiskolába, hogy ott kezdtem 6 éves koromba csellózni Hajnalné Végvári Ágota tanárnőnél, és utána felvételt nyertem 8 évvel később, tehát 8 évet úgy alapfokon csellóztam, nem gyakoroltam túlságosan sokat, ilyen 1-2 órát naponta, és aztán utána pedig a Bartók Konzervatóriumba nyertem felvételt, ahol a tanulmányaim 4 éven keresztül folytak, és azután most a Zenakadémián vagyok, Koncai Csaba professzornak a növendéke, és immáron egy 15 éve, ez a 15. év, hogy csellózom. Aki Oncai tanítvány, az nyilvánvaló, hogy nagy-nagy elvárás van vele szemben mindenféle értelemben és módon. Kellenek-e példaképek egy csellistának? Kell-e olyan zenész, illetve szerző példakép, akihez szeretne hasonlítani, akit szívesen lát a lelkében is? Hát példaképek szerintem nem csak a zenében, hanem mindenhol szükségesek. Nekem van egy jó pár példaképem, főként ugye csellista szólisták, de írod nagy művészek, úgy, mint mondjuk Dosztojevszkit, tehát hogy valahogy úgy át lehet az egyik művészetre, ugye társművészeteknek hívjuk ezt, képzőművészetekben például nagyon szeretem Picasso művészetét, valamint a sportolóknak a munkáját nagyon tisztelem, tehát ugye a szorgalom és a kitartás, azt főként ugye a sportolóknál követhető a legjobban nyomon, igazából most ugye a saját körömből szedjek példát, én a fiatalok közül nagyon szeretem Várda Istvánt, ő egy fiatal szólista, valamint még példaképem Fenyő László, ő is egy fiatal magyar csellista, és természetesen a tanárom is. Meddig szeretne eljutni? Hiszen a határ a csillagos ég nyilvánvaló, és a pódium varázsa, akit megérintett, az úgy marad. Azt mondják, hogy a szakma csúcsa az, amikor valaki hetente játszik, tehát ezt nekem baráti Kristóf mondta, aki egyébként szintén egy példaképem, ő egyébként hegedűn játszik, és ő mondta, hogy a szakma csúcsa az, amikor egyik nap a Carnegie Hallba játszik, valaki a Royal Albert Hallba, és a New Yorki filharmonikusokkal, londoni filharmonikusokkal, ez a pályának a csúcs. Aztán van az, hogy valaki ritkábban játszik ezekben a koncerttermekben, kicsit, tehát hogy nem ez ilyen sztárzenekarok, mint a berlini filharmonikusok, hanem, de ezek is remek zenekarok, mondjuk a hamburgi filharmonikus zenekar Németországban, hogy példát mondjak. Van olyan, hogy az ember nagyon jó kamara zenét, de az egyáltalán nem megvetendőbb ezen a téren, mondjuk, mint a szólista karrier. Ugye hát mindenki a szólistákat tartja, úgymond a legtöbbre, meg valahol ahhoz kell a legnagyobb tudás, a legtöbb gyakorlás, a legnagyobb kitartás, de a kamarazenészeket én épp úgy tisztelem, mint a szólistákat, valamint a jó zenekari zenészeket is nagyon tisztelettel szoktam velük benni, mert nagyon jó zenekari zenészek, azok elengedhetetlenek egy szólistának a munkájában, vagy valamint ugye zenekari koncerteken is. A héten több hangversenyen is találkozhatott a közönség a nemzetközi hírű művészekkel és tanítványaikkal. A Hímerház báltermében rendezték a zárógálát, ahol a fiatal tehetségek és professzoraik mutathatták be kimagasló tehetségüket. 22 csellista jött a mesterkurzusra. Volt, aki ausztrál származású, de Németországban tanul. Brazíliából, Chiléből, Görögországból, Japánból jöttek, Csehországból, Németországból csellisták, és Magyarországból is szép számmal. Fehérvárról? Fehérvárról is van egy fiatal csellóművésznő, aki képviselte a várost, Hérich Csenge. Mi a sikerérték mérője a Cselló Fesztivál vonatkozásában?
Hát nagyon nehéz ezt megfogalmazni, mert én azt sajnáltam a délutáni koncert után is, illetve azokat sajnáltam, akik nem hallatták ezeket a ragyogó tehetségű ifjú muzsikusokat, mert mondhatom, hogy egyik jobb, mint a másik. De valószínűleg most is hallható lesz, bár a ma esti műsor az nem szóló darabokból fog állni, hanem elsősorban cselló együttes műsorát fogjuk hallani. Itt mindenki részt fog venni a munkában. Persze jó szlogán lenne erre, hogy egy csellónál már csak a több cselló a szebb és a jobb. Aki végig élvezte ezt az egy hetet, a szebbnél szebb hangversenyeket, szerintem eldöntheti, hogy ez nagyon szerethető hangszer, és talán gyakrabban kerít rá lehetőséget, módot, hogy hallhasson. A fesztivál tematikájának megfelelően az Új Nemzedék azt a tudást oszthatta meg a klasszikus muzsika rajongóival, amelyet az elmúlt időszakban mestereitől elsajátított, elhivatottságuk, kivételes impulzussal teli játékuk minden bizonnyal arra készteti őket, hogy hamarosan a világ nagy hangversenytermeinek ünnepelt művészei lehessenek. Ez az első alkalom, hogy a Mi Cselló Fesztiválunk, amelyik már most negyedik alkalom van, először Magyarországon, először Székesfehérváron, de véletlen jött ez az időpont, viszont nagyon ünnepi, érezzük a hangulatot, közönség jön a koncertekre, nagyon vendégszerető a város, és óriási segítséget kaptunk az önkormányzatról, polgármester úr, helyettes polgármester asszonytól, hogy ezt itt megrendezhetünk. A koncertek programját, például a ma esti koncert programját, vagy az előadott műveket mennyire igazítják az adventhez, a karácsonyváráshoz? Hát sajnos teljesen nem tudjuk hozzáigazítani, mert adott művekről van szó, amelyek több csellóra íródottak. Hát a mai koncert a záró hangversenyünk, ahol igyekeztünk az összes csellistát szerepeltetni, azaz cselló együttesek vannak. De annyiban adventi a dolog, hogy az első részben Bach szóló szvítjeiből játszanak kiváló fiatal művészek, egy brazil, egy német, majd pedig egy hangulatos Kassadmőt játszik Bánkévi Bence, aki növendékem, és a második félidőben lesznek a hát úgynevezett szórakoztatóbb, kicsit könnyetebb hangvételű csellózenekaros darabok. Ilyenkor karácsonykor netán otthon játszik a maga a családja, barátok, ismerősök kedvére? Igen, hát karácsonyig még Krakkóba utazom egy nemzetközi versenyre, ahol szintén ugye karácsonyi hangulat vár, és utána mindig családi körbe ünnepeljük a karácsonyt. A fiam is csellista, Oncai Zoltán, sokszor eljátszunk egy duót, vagy a másik fiam zongorázik, nem hivatásosan, de tud játszani, és hát így zenével is ünnepeljük a karácsonyt. Ezen az estén ismét bebizonyosodott az a hagyomány indult útjára Székesfehérváron, amely a város kulturális életének sokszínű zenei palettáján is kivételes lehetőséget rejt a zenei nevelés további reprezentálására. Madách Imre örökérvényű remek művét, az ember tragédiáját 200 esztendeje nem játszották Székesfehérváron. Gondolt egy merészet Szikora János és művészeti vezető társaival, Bagó Bertalannal, Hargitai Ivánnal, illetve Horváth Csabával közösen vitték színre a drámát. Legyünk tudók, mint Isten. Székesfehérváron 200 évvel ezelőtt kezdődött a magyar nyelvű színjátszás hivatalos pártolása. Ennek tiszteletére a Vörös Marti Színház december első hétvégéjén mutatja be Madách Imre örökérvényű remek művét, az ember tragédiája egy címmel. Madách költeménye Bibliája a Nemzet Színházainak, amelyet örökké forgat, amelyből mindig tanul, és amelyet sohasem fog teljesen kitanulni. Írta 1923-ban Hevesi Sándor a Nyugat hasábjain. Nemzeti drámánk a mi Bibliánk is, hiszen rólunk szól, mindannyiunkról, emberekről, akik belakjuk a teremtett világot, alakítjuk a történelmet, jóra törekszünk, majd elbukunk, örökös harcot folytatva a bennünk lakozó démonokkal, kétségekkel. A drámai költemény Székesfehérváron a társulat művészeti vezetői, Bagó Bertalan, Hargitai Iván és Horváth Csaba, és Szikora János igazgató rendhagyó módon közösen vitték színre. Rögtön tudtuk, hogy ez az egész produkció
itt és most csak azért valósulhat meg, mert van egy ilyen fantasztikus társulatunk. A darab valamennyi karakterét nagyszerűen ki tudjuk osztani, és hát van ennek a négy részre osztott ember tragédiájának még egy különlegessége, hogy nem csak a történelmi színek változnak, és a történelmi színekben Ádám és Éva nem csak a jelmezeiket váltogatják, hanem a karakterüket, a személyiségüket, ami mögött az áll, hogy hát bizony négy Ádám, négy Éva és négy Lucifer van, illetve pontosítok öt, mert éppen Ivánnál ott az álomszerkezetben két Ádám van és két Éva, tehát az egy különleges helyzet. Az az igazság, hogy ezzel sokat vitatkoztunk, hogy egy Ádám és Éva csinálja végig, vagy sok. De most, ahogy már összeállt tulajdonképpen a produkció, meggyőződtük, hogy nem, ez így igaz, hiszen minden korszak kitermelte a maga Ádámját, Éváját és Luciferét is. A Lucifer minden korszakban más, az Éva is más, és ez itt ebben a társulatban nagyon jól működik. Rablók, kígyók, parázdák, torkosok! Elérjük el! Már is soká időztünk, Isten dicsére! A mágiára őket! Vérünkből új csatárok születnek, az eszme éve, és a lány, amely fellobog, világot késő századokra vet. Gyerünk, barátaim, a dicső halálba! Horváth Csaba a Mozgás Színház apostola rendezői koncepciója mentén az antik színekben is megtalálta azokat a mozgásformákat, amelyek kézenfogva járnak a madácsi gondolatokkal. Nagyon izgalmas anyagot tartunk a kezünkbe, és ugye nagyon izgalmas ennek az egésznek a lebonyolítása, ha ezt így lehet mondani, hiszen négyen rendezzük, jó magam, az antik színeket csinálom, jobban mondva az egyiptomi, az aténi és a római színeket, tehát elsősorban ebben a három színnel foglalkoztam, ebbe vetettem bele magamat természetesen. Kerestem benne a fizikalitást, mint ahogy általában minden előadásomban, hogy a testnek milyen szerepet lehet adni ezekben a képekben, és úgy érzem, hogy meg is találtam a helyét. Azt kell mondjam, hogy egy részben olyan alapvető emberi problémákkal foglalkozik, szinte zavarba hozzák az embert. Kicsit úgy érzem, jó értelme véve, hogy ez a szöveg a tisztasága is, egyben naivitása és egyben a magas szintű minősége okán szinte megtisztel minket, hogy foglalkozhatunk vele, de közben nagyon sok nehézséget is okoz. Azt mindenképpen egy izgalmas dolognak tartom, és azt kiemelném, hogy egy nagyon jó játék, hiszen így négyen, ahogy leosztottuk egymás között ezeket a színeket, nem tudtuk, hogy a másik mit csinál, csak a végén láttuk, hogy miből mi lesz. Tehát nagyon érdekes módon kapcsolódnak össze a négy alkotónak a gondolatai, és nagyon érdekes formákban elevenednek meg, és akár akarva, akár akaratlanul, de hát természetesen köszönhetően Madách Imrének, kapcsolódnak egymáshoz. És ez egy olyan izgalmas játék, azt mondom, hogy szinte egy puzzle, ami mindig, amíg ez az előadás menni fog ezen a színpadon, nagyon inspiratív lesz, és soha nem lesz kész, úgy érzem. Elég volt. De ím ezennel felszólítalak, hogy három hónap alatt töves ezúton. Bakó, ügyes légy, óriást vesztesszel! Hargita Iván rendező nevéhez fűződik Bizánc Párizs és a prágai színek rendezése. Madách emberiség költeménye hatalmas látomás, amely végigszágult velünk a történeten egészen a jövőbe, de a Lucifer által ajánlott módon, vagyis a tűnékeny álom képein keresztül. Két szünettel játszuk az előadást, és az enyém az a bizánci rész, Prága, francia forradalom és ismét Prága. Hát ez egy grandiózus utazás, tehát én azt gondolom, hogy ha ez egy nagyon komoly vállalás egy színház részéről, társulat, rendezők részéről és nézők részéről, tehát amikor az ember nekül és úgy dönt, hogy elolvassa mondjuk a Háború és békét, az nem egy hétvégének a története, hanem az egy fantasztikus kaland. Ugyanígy, hogyha az ember tragédiát meg akarod nézni, az is egy grandiózus utazás, amiben vannak nagyon szép, nagyon, nagyon tragikus, nagyon komikus részek, nagyon, nagyon széles spektruma van ennek a útnak, meg vannak nyilván
aztán olyan részek, amikor szinte, mint egy regénybe a tájleírás valahogy elandalít, aztán megint valami felkorbácsol, de amikor az ember a végére jut ennek a grandiózus útnak, akkor egészen egy emelkedett hangulatba távozhat a színházból. Én nagyon sajnálom, hogyha valaki ezt kihagyná, mert egy remek anyagról van szó. És aztán alékűzdés, nagyság, erő, e mesterkélt világban, mint az észrendezett teóriából, mit magad szemlélhettél az imént. Csak mentse meg a földet. Elmúlik az is, mint minden mi hivatását a rendezéshez Bagó Bertalannak a kulcsot maga Madács adja meg. Az álom logikátlan logikájával válik megélhetővé mindaz, amit Ádám és Éva korról korra lát és tapasztalt, amiért lelkesedik és amiből kiábrándul. Én a Londontól csinálom egészen Eszkimó végéig, tehát ez a penzum hárult rám. Volt egy adott tér, amiben megegyeztünk, hogy igazából kevés szenáriumit használunk, egy asztalt, benne homokkal, 5 oszlopot, egy pár tonett széket, kevés attribútumot használtunk, ezt határoztuk el közösen, és nagy erőben foglalkoztunk a szóban lévő szituációról és a szóról, és hogy nagyon erőteljes és nagyon pontosan szólaljon meg a madácsféle szöveg, mert tudni, ez a fajta mű, hasonlít Shakespearehez, a szóban lévő szituációkat kell kibontani. És a szóban lévő költészetet, filozófiát, drámát, azt erőteljesen kell interpretálni, akkor szólal meg a mű. Természetesen én használok egy olyan fajta világot, ugye a bábjátékosak kezdődik az előadás, és nem egy élőzenekar, egy háromtagú élőzenekar végigkíséri ezt a 4 képet, az űrrel együtt. Végig zenélnek, és az egésznek van valami morion egyszerűsége, mint a föntről rángatná valaki, és ebből hol kilépünk, hol belépünk ebbe a történetbe, és személyiséggel töltjük meg. Fel a porból! Állat! Forma szellem! Előttem nincsen nagyság. Látok! Gáspár Sándor Kossuth Díjas színművészünk alakításában először jelenik meg a tragédia történetében az Úr a maga fizikai valóságában. Az Úr a 4 rendezés ellenére azért egy fajta, mégpedig bölcs, szeretni való és szerető ember, aki ebben a tökéletességben bízva végül is a saját általa kreált történet végén bölcsebb lesz, és azt veszi maga mellé, akiben a legnagyobbat csalódott. Ádám a teremtés kezdetétől más és más alakban jelenik meg, de alapjában véve ugyanúgy elbukik mindig, gyarló marad minden színben, mint a szintén gyarló Éva. A 4 rendezőt az a felvetés is izgatja, vajon Madách Imre milyennek írná meg a többi színt és a többi színben Ádámot, Évát és Lucifert. Éppen ezért a színház felkérésére 4 neves magyar író, Márton László, Tasnádi István, Térei János és Závada Pál folytatja a művet újabb színek megírásával. Az új darabot, az Ember tragédiája 2 címmel a 2019-2020-as évadban szintén a társulat művészeti vezetői álmodják színpadra. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. További szép estét kívánok, minden jót, viszontlátásra!